mi nem vagyunk képesek azon szinten pótolni, hogy egy ilyen mérkőzésre tudjunk járni. Sok fiatal játszott a Dédés Csabával, nagyon sok fiatal. 15 éves is volt a pályán, hogy bárhoztam meg is oldottam a szituációkat ahhoz képest, úgyhogy egy picit örülök az eredmények annyira, de hát ez van, ezzel nem tudok mit kezdeni. És hát az jól vagyok, hogy nyilván, hogy majd be őszintén azért milyenhez képest ezért magasan. Magasan pedig nem állítom, úgyhogy ennyi jobb az rá, és a saját kívánok tovább, és a kisvárnak. Köszönjük, meg kell időjel szedélyetek a megkívást. Én is köszönöm a kisvára csapatának. Sajnos tartalékosan érkeztünk, hogy ezt a Roli is mondta, és meghatározó játékosok kiállóztak a keretből. Azt gondolom, az első 20 percig tudtuk tartani a lépést velük, de utána elfogytunk, és sok technikai hibánk volt, és nem volt átlövésem. Annak még örülök, hogy kaphattam lehetőséget egy hosszabb sérülés után, amit köszönöm az edzőnek, és további sok sikert kívánok a kisvára csapatának. Köszönjük, megkérünk Dévényi János, hogy érdekelje a találkozót. És köszönjük a gratulációt. Igen, tehát a Csaba egyértelműen látszott, hogy nagyon összesen 12 mezőny játékossal érkezett, és nagyon komoly jelzői voltak. Nekem nagyon érdekes módon mi kezdtük érdekesebben a mérkőzést. Tehát így hát az elején 4-5 rajtalagot egyszer hibáztunk, de utána helyreállt a rend. Például sikerült egy nagyobb rend. Tulajdonképpen kialakítanunk. Másik fél időt megint úgy kezdtük, mint a Vác ellen, tehát egy A3 technikai hibával, tehát a számtalan egyszer hibával. Aztán megint utána összeszedtük magunkat, és van különöröm, hogy a szerezte élete első gólját Soltész Petra nevű ifjúsági játékosunk. Úgyhogy neki gratulálunk. Menjünk tovább, dolgozunk, próbáljuk ezeket a hullámvölgyeket kivenni még a játékunkból, és most egy nagyon nehéz szakasz a következő a bajnokságnak, próbálunk tisztességgel helyt állni és komolyan küzdeni. Köszönjük, meg kéne Orbán Adriánt, hogy értek el a mérkőzést. Örülök, hogy végre győzelem után gondoltak itt. Igazából tényleg voltunk az esélyesek, hiszen nagyon sok hiányzó volt a Békés Csabában, de hát így is meg kell nyerni ezt a meccset. Úgyhogy örülök, hogy sikerült a csapatnak, már szükségünk volt erre a sikerre. Remélem, hogy ez előtt ad nekünk még a továbbiakban, és én is csak ötlök a Petrának. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos volt nekünk.